Kedves vendégek, bár most már nagyon sokan jelezték, hogy személyesen szeretnének köszöntőt mondani Jenőnek. Engedjék meg, hogy én is felolvassam az én kis másfél oldalas köszöntőmet, amivel én 5 óra óta toborgok itt, és most már nagyon izgulok. És utána mindenki csak akkor hagyhatja el az épületet, hogyha valóban hagyott gajas tűszínál egy videóüzenetet, amiben elmondja a saját kis köszöntőjét, amit feltölthetünk a Zsigó Jenő 60 című YouTube csatornára. Kedves Jenő, amikor a magyarországi roma aktivizmus történetén gondolkodom, mindig úgy érzem, hogy lemaradtam a fénykorról. Arról az időszakról, amikor még ki lehetett harcolni intézményeket, pozíciókat, amikor a roma és nem roma értelmiségiek még maguk is hittek a civil kezdeményezések erejében, amikor még nem lehetett nyíltan, zárójelben csak titkon, rasszistának lenni Magyarországon, és amikor a közöny és az apátia még nem emésztette fel az emberek roma kultúra és művészet iránti érzékenységét. Irigyellek, hogy te ott lehettél. Persze tudom, kedves Jenő, hogy te az öröki kételkedő, kérdező, szomorú szemű vezér nem így látod. Szomorú szemű vezér címen publikálom ezt a kis köszöntőt majd a community weboldalán. Mert nem gondolod, hogy a Pralipa létrehozása történelmi esemény volt. Elnézést, még egy kis lábjegyzet van itt. Szomorú szemű vezér, Sad Eyed Chief, a Sacred Spirit nevű amerikai indián kultzenekar egyik legszebb kompozíció az én egyik kedvencem. A YouTube-on meggooglizhatják, kedves vendégek. Tehát te nem így látod, mert nem gondolod, hogy a Pralipa létrehozása történelmi esemény volt 89-ben, nem tartott különleges dolognak, hogy a korosztályod aktivistái, Daróczi Ágnes, György Péter, Neményi Mari, Osztoly Ken Béla, meg aki még ott volt, és még sokan közösen tudtak gondolkodni. Nem látod a magyarországi roma parlament létrehozásának és immár 30 éves tevékenységének jelentőségét, még most sem, hogy remény sincs egy valódi roma kulturális helyszín létrehozására. Nem gondolod, hogy az elmúlt 30 évben veled táborozó több mint 1200 roma, azóta felnőtt gyerek, emlékszik ezekre a nyarakra. Megfordul a fejedben, hogy a 2461 művet számláló európai roma kortárs művészeti gyűjtemény, videó és dokumentum archívum, amit felépítettél, talán nem is marad az utókorra. Tudom, hogy néha keserűen gondolsz vissza saját írásaidra, és azt gondolod, nem értettek meg. Még sosem tudtalak semmiről sem meggyőzni. De azért engedd meg, hogy felsoroljak neked néhány olyan kiválóságot, sztárt, költőt és tudóst, akik ösztöndíjasok, táborozók, tanítványok, beosztottak, felfedezett művészek és a mentorátjaik voltak, és akik azt hirdetik szerte a világban, hogy nincs igazad. Horváth Mónika énekesnő az Androdromból indult, mint Micu, aki ma már világhírű, és a Micó ura. Samu István egy szemesi tábor folklór zenei élményei után kezdett gitározni, és ma az egyik legismertebb gitáros a cigányzenészek között, tagja az Etnik zenekarnak, kísérő zenésze a Megasztár Kökény Attilának. Erika Szerre, az Emigrante alapító tagja és énekese, számtalan Tony Gottlieb filmzenéjének énekese, aki az Androdrom zenéjén nevelkedett, vagy a Ki mit tud győztes Romanodrom és Romanos Uno tagjai, akik az Androdrom zenekarból indultak, köztük Szilvási István, Lakatos György, Matta András és Balogh Rudolf, a Roma Fész. Van lábjegyzet arról, hogy miért mondom, hogy Balogh Rudolf roma fész. Romanok László, javítunk, igen. Bári Zsolt, a Roma Kortárs Galéria igazgatója, Horváth Kálmán, a Duna TV egykori bemondója, Balogh Tibor képzőművész, hozzáteszem, Tibor már nem vagy fiatal, középkorúnak számítunk. Akik azok közé az állami gondozottak közé tartoznak, akiket pályájuk elején Budapestre érkezésük után segítettél, és akik mára ismert művészek. A Romanok Her ösztöndíjasa Kállai Jernő, a hegedű művész, aki ma már Itzhak Perlman tanítványa, valamint Orbon Albert, a kiváló jazzzongorista, Szőke Nikoletta, a jazzénekes, aki a Montreux-i jazzénekes verseny 2005-ös győztese lett. Tőletek indult Jónás Tamás, Arany János díjas, Herder díjas, Zell Zoltán díjas költő, akinek verseit és könyvét adtak ki pályája elején. Balogh Attila költő első felolvasó estjeire is a roma parlamentben kerülhetett sor. Te fedezted fel és állítottad ki elsőként Ómar, Akalányos Gyöngyi, Orsos Terész, Csámpai Rozi nőművészeket, és te gyűjtötted elsőként többek között Túró Zoltán, Mollár Zoltán, Munhegyesi Ferenc, Balogh Balázs András festményeit. Rendezvényeiden és a megbeszéléseken folyamatosan kerested
zárójában tesztelgetted és vizsgáztattad azokat a roma értelmiségieket, akik tudományos pályára készültek, mint például Póci Angéla, a már a PhD antropológus, Rézműves Melinda etnográfus, Balogh Bori nyelvész, Kende Ágnes szociológus, és a sor végtelen. Ennyi kiválóság mellett el is törpül az én történetem. Én itt élek, és a szó szerint kell érteni. Anyám itt nevelt fel a Tömő utcában, a Baross utcai bölcsőde egy szakásnője volt, óvodában a Szigony utcában jártam, iskolában a Jászmin utcában, 50 méterre arrébb. Itt szemben a Fazekasban nyertem az első országos műalkotás elemző versenyt 11 éves koromban. 2002-ben, amikor már 10 éve buktácsoltam az egyetemen, és ezt is szó szerint kell érteni, Keserű Katalin művészettörténész kiváló tanárom küldött el a Roma Parlamentbe. Jenőnek elmeséltem, hogy művészettörténész leszek, ő pedig elhitte. És ez nagyon fontos volt, mert akkor már rajta kívül szinte senki sem hitt ebben. Az első munkanapomon mondtam Jenőnek, hogy a Roma Parlament a mai naptól most már aztán White Cube, és a második napon rávettek Vihari Imit és Balogh Tibort, hogy fessék hófehérre a külső termet. A White Cube fehér kockát jelent a kortárs művészeti kiállító terek jellegzetes típusa. Jenőt láthatóan aggasztotta a változás, de nem szólt. Talán akkor nézett először olyan jellegzetesen. Nem rám, hanem kisé mellém, rémülten kitágult szemekkel, szomorúan, mintha azt mondaná. Uramisten, mit csinál ez a nő? Zsigó Jenő akkor sem szólt rám, csak nézett, megint, amikor monografikus kiállításnak neveztem a Balázs János életművének egy huszadát kiállító első kiállítást, amit az új térbe elsőként szervezhettem. Célzásképp a kiállítást követően bemutatott a művész egyik legnagyobb gyűjtőjének. Ő akkor is csak csendben gitározgatott, amikor 2003-ban az alkotótáborban, ahol eleve könnyű dolgom volt a nálam idősebb, férfibb, tapasztaltabb és képzettebb roma bűvészekkel, egyszer csak megjelent Ómara, aki ezen a mi első találkozónkon idegességében, a hőségtől meg a 6 órás vonatútól, szinte félmeztelen revet, vetkőzve, fejhangon üvöltve, tesznikre tépte az én fontos tábori programtervemet, mert nem tájékoztattam arról, hogy a tiszadobi otthon kollégiumában is nem a kastélyban fog aludni. Tetőzzem a helyzetemet, erre a napra elhívtam a magyar kortárs művészeti széna néhány szereplőjét is, Elhasznan Rózsa, Sugár János, Erhard Miklós, Süvece Mese, a mai napig szívesen ugrat azzal, hogy emlegeti előttem ezt a kényelmetlen jelenetet. A Romanoker kurátoraként 2002 és 2003 során összesen 12 kiállítást szervezhettem a Roma Parlament kiállító terébe, megismerhettem és kezembe vehettem minden egyes műtárgyat a Romanoker több mint 2400 darabot számláló gyűjteményében. Télen is dolgoztunk, hogy haladjunk. Szoknyát vettem a nadrágra, a harizsnya nem volt elég, na meg hogy csinos legyen. Az olajradiátornál melegettünk, Horváth Dávid fotóművész és Balogh Tibor egy hodászi teknővályok által faragott teknővel csapkodott, amikor lángra kapott a szoknyám. Zsigó Jenő személyesen mutatott be a roma képzőművészetnek és ezzel életre szóló barátságokat ajándékozott nekem. Szabad kezet kaptam a gyűjtemény digitalizálására, a kiállítások konceptuálására, a publikációk, az installálás, a szervezés és a szervezés területén is ennél nem is kívánhat többet egy fiatal képzőművészeti kurátor. Hagyta, hogy apró hibákat kövessek el, önállóan dolgozzak és megvalósítsam azt, ami eszembe jut. Az így szerzett tapasztalat adott erőt és önbizalmat ahhoz, hogy végül dékáni engedéllyel egy utolsó, 14. utolsó utáni fél évet is felvegyek az egyetemen, és egy fél év alatt 26 tanegységet, köztük egy filozófia és egy latin záróvizsgát is befejezzek. Ez a tapasztalat repített tovább el, az 1 négyzetkilométeres térképemről egészen Japánig, Kínáig, Moszkváig, New Yorkig és Velencéig, Hamburgig és a Kairosz, meg a Máciusi ifjabbiig, hogy végül büszkén csatlakozhassak azokhoz, akik a mai napon Zsigó Jenőt a 60. születésnapján köszöntik. Isten éltessen sokáig Jenő, sokáig, mert nagyon sok feladat áll még előttünk, először is a Roma Parlament maradt az egyetlen helyszín, ahol a magyarországi cigányság gyakorolhatja kulturális jogait, az egyetlen hely, ahova be lehet menni. Vissza kell állítanunk a Roma Parlament aktív és pezsgő kulturális életét, aztán itt van az album, kell szerkesztenünk egy olyan tanulmánygyűjteményt, amiben olyan tanulmányok szerepelnek, amik az albumban felsorolt vizuális produktumok létrejöttét, hatását, kulturális környezetét vizsgálják. Kutatnunk, rendszereznünk, archiválnunk és elérhetővé kell tennünk a Roma Parlament, a Romanoker, a Pralipe és az Amarodrom történetét, adatait, dokumentumait és képanyagát.
régóta szeretnék beszélni veled arról, hogy a Roma Akadémia tananyagát kreatív elemekkel kell kiegészítenünk. Részt kellene vennünk néhány afronémet vagy afroamerikai tréningen, hogy megnézzük, hogyan alkalmazzák ezek a drámapedagógia, a pszichológia, a művészetterápia eszközeit, hogy valami egészen újszerű és páratlan tréninget hozhassunk létre. Tudod, hogy régóta rajongok a hátsó udvari raktárhelyiségekért, tökéletes kiállítótér lenne belőlük. Lehet, hogy most úgy érzed, a politika területén minden erőfeszítés kimerült, és minden lehetőség a végéhez ért. A jelenlegi status quo, amiről az ünnepet tiszteletben tartva most nem beszélek, azonban nem teszi lehetővé, hogy egyszerűen visszavonulj. Minden vezérre szükségünk van. Boldog születésnapot!